Az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra karácsony. Karácsonyi ünnepséget tartottak a gondozási központ ellátottainak, ahol a szépkorúak műsorral és versekkel készültek a családias hangulatú rendezvényen. Sebessén Orsolya intézményvezető hozzátette, az év során rengeteg élményt gyűjtöttek, amire szívesen emlékeznek az évvégi összegzés során. Amikor számba vesszük, hogy mi történik egy évben, egy lezárást követően, akkor szembesülünk azzal, hogy nagyon sok programunk volt, nagyon sok rendezvényünk, nagyon sok főzés, sütés, együtt gondolkodás, ötletelés, a jó dolgoktól a kellemetlen dolgokig is, mert ugye sajnos ebben a korban a halálozási ráta azért már magasabb, és azt nagyon nehezen tudjuk mi is elfogadni, de ilyenkor csak a jóra szeretnénk emlékezni, azt a sok programot, amit együtt a kollégáimmal közösen meg tudtunk valósítani. Az adventi várakozásnak fontos szerepe van az intézményben, ahol a szakemberek jelenleg 16 főről gondoskodnak. Láthattuk az időseknek a boldog arcát, hogy felszabadultak, hogy fiatalnak érzik magukat, és nem a napi problémáikról beszélnek, hanem az aktuális programról. Ezért kell, és ezért csináljuk ezt, amit teszünk. Ez egy nagyon jó érzés nekünk adni. Sokkal jobb így szeretetet adni, programot adni, mint tárgyi eszközt, mert az eltűnik, eldugják, nincs olyan varázsa, mint egy-egy megélt, közösen megélt emléknek. Filóné Ferenc Ibolya polgármester idén is ellátogatott a rendezvényre, ezzel is jelezve, hogy az ellátottak nincsenek egyedül. Mindig nagy örömmel fogadom el a gondozási központ évzáró karácsonyi ünnepségének a meghívását, mert ebben a rohanó világban, ami pont nem arról szól, amiről kellene az adventi időszak, egy polgármester legkevésbé teheti meg azt, hogy elcsendesül, nagyon sok program van, nagyon sok esemény, amin részt kell venni, amin hely kell állni, és miközben minden napokon dolgozunk a hivatalba, nagy számos feladat van, amit ilyenkor is el kell végezni. De ez az az ünnepség, amikor egy picit van arra idő, hogy az ember lecsendesedik, odafigyel a másikra, az idősekkel együtt lenni mindig nagyon jó. A szép hagyományt folytatva a Bonyhádi Gondozási Központ karácsonyi ünnepségén adta át az Amrány család az Anikó díjat, amivel 2018 óta az év szociális gondozójának és ápolójának mondanak köszönetet. Idén Korondi Csabáné részesült az elismerésben. Én nagyon szeretem ezt a szakmát, szeretek az idősekkel foglalkozni, és hát segíteni szeretek rajtuk. Valakinek csak lelki gondjai vannak, valakinek mentális, fizikai, tehát itt minden nap más, és minden idős más. Kiemelt figyelmet fordítanak a szépkorúak testi és lelki egészségére, amit változatos programokkal biztosítanak. A jó hangulatú esemény egy finom ebéddel zárult.